talán minden idők, hogy mondjam, nem is tudom, hogy mi a jó szó erre, ha finoman kell fogalmaznom, akkor a legkoncepciótlanabb március 15-ét éltük át ezen a héten. Az ellenzéki pártok egy része sajtótájékoztatónak álcázott sivárköszöntőket mondtak két-három ember előtt. A civilek megemlékezésén voltak pár ezren, ez volt a budapesti esemény. A kormány és Orbán Viktor kiskörösen ünnepelt, a helyszínt a Petőfi emlékével indokolták. Következzen egy igazi vagy vérbeli hetinaplós összefoglaló, egészen biztos vagyok, hogy így egyben pont attól érdekes ez a téma, hogy fura így egyben látni ennyi érdektelen eseményt. Számomra meglepő módon március 15-én a legtöbb időt nem az utcán, hanem az autóban ülve töltöttem operatőr kollégáimmal közösen. Pedig látszólag könnyű feladatra vállalkoztunk. Csupán szerettük volna összefoglalni a nemzeti ünnepünk eseményeit, ahogyan szoktuk, olyan hetinaplósan. De ehhez most sokat kellett utaznunk, szám szerint majdnem 9 helyen kellett volna egyszerre lennünk. Minden magyarban van egy kis Petőfi, és Petőfiben ott van minden magyar. A Fideszt támogatni, aktívan támogatni, több mint bűn, szégyen. Sem az Európai Unió alávetettjeinek, sem az Európai Unió zsarolóinak nem szabad lenni. Szabadságot és békét Ukrajnának, szabadságot és békét Magyarországnak, szabadságot és békét minden népnek. Lehetetlen küldetésnek bizonyult minden március 15-i helyszínt bejárnunk, hiszen minden párt máshol ünnepelt, és még a beszédek nagy része is egy időben hangzott el. Pedig tavaly csak Buda és Pest között kellett lavíroznunk. Egyik oldalon voltak a kormánypártok, a másikon pedig az Egyesült Ellenzék. Bár az ellenzéki pártok abban most is mind egyetértenek, hogy a hatalom a népé, mégis ezt idén mindenki külön rendezvényen és külön mondta el. És a kormány oldalon is változás állt elő. Ezúttal nem volt békemenet, és Orbán Viktor sem a fővárosban mondott beszédet. De ott vannak még a tanárokért és az orvosokért kiálló civilek is, akiket nem érdekeltek a pártrendezvények, inkább egységesen vonultak az utcára. Tehát nehéz lenne bármi közöset találni a nap eseményei között. De nézzük, mi is történt. Először elmondjuk a magunkét, és utána koszorúzunk. Jó. Jó, úgy nektek? A napunkat Pest Erzsébeten kezdtük, méghozzá a panelek között 10 órakor. Itt áll egy közadakozásból épült Petőfi szobor. A mostani Orbáni rendszerre sem a haladás, sem a valódi nemzeti érdekképviselet, sem a haladó európaiság nem jellemző. Az MSZP sajtótájékoztatóval egybekötött koszorúzással emlékezett a forradalomra. Csupán 4 stáb volt jelen, 2 ATV-s, 1 RTL-es és 1 MSZP-s. A párt legfontosabb üzenete az volt, hogy Magyarország sem az Európai Unió alárendeltje, sem annak zsarolója nem lehet. És hogy egyszer minden rossznak vége lesz. Mélyen hiszünk abban, hogy minden korrupt és autoriter rendszernek egyszer vége van. Tényleg ez lesz március 15-én a főhíradó, hogy miért nem ünnepelnek együtt a pártok? Mint sokakat, ez engem is érdekelt. Most a választások utáni évben vagyunk. Senki részéről nem érkezett olyan kezdeményezés, hogy együtt kellene ünnepelni. Ennek ellenére én azt mondom, akár együtt, akár külön ünneplünk, a választásokra biztos, hogy együtt kell készülni, mindenféleképpen az önkormányzati választás. Kunhalmi Ágnes azt mondta, a Fidesszel szemben minden egyes nap munkára van szükség, úgyhogy az önkormányzati választásra az egyeztetések már javában zajlanak. De mindezt jelenleg egy párt blokkolja. Ne felejtsük el, hogy 1849-ben a magyar szabadságot bizony orosz katonák tiporták el. A Jobbik szintén 10 órakor emlékezett. Gyöngyösi Márton a Batthyány Lajos örökmécsesnél mondott beszédet. A márciusi ifjakhoz hasonlóan 12 pontba szedték követeléseiket, de ebben az oroszok is helyet kaptak. Orbán célja egyértelmű. Ő ki akarja vezetni Magyarországot Európából, és az orosz érdekszférába akarja sorolni hazánkat. Az LMP és a Párbeszéd nem hogy ünnepséget, de még sajtótájékoztatót sem rendezett. Ungár Péter és Tordai Bence videóüzenetben emlékeztek a forradalomra.
Majd a párbeszéd mindenkit arra buzdított, hogy vegyenek részt a civilek által szervezett tüntetésen. Ma Magyarországon azt kellene mindenkinek megértenie, hogy nem akkor vagyunk békepártiak, ha magára hagyjuk a megtámadottat és tapsolunk az agresszornak, hanem akkor, ha segítjük az áldozatot és megteremtjük a méltányos béke feltételeit. Összességében ez 1848 és 49 üzenete, hogy vannak olyan dolgok, amiért megéri harcolni. És ez itt Kiskörös, ahol Orbán Viktor mondott beszédet. A jeles alkalomra még egy helyi pizzéria is készült. Ők Orbán névre hallgató pizzát kínáltak a látogatóknak. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, a jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Nem csak a beszéd helyszíne volt meglepő, hanem annak tartalma is. Verset úgy írt, ahogyan mi, egyszerű halandók, levegőt veszünk. Az aktuál politika ezúttal elmaradt. Orbán Viktor idén kizárólag Petőfi Sándorról beszélt, akit egytől egyig a békével azonosított. Nem üzent sem az Európai Uniónak, sem pedig Soros Györgynek, de az ellenzéknek sem. Hol maradt az aktuál politika ebből a beszédből? Talán a legyen béke gondolat volt az, amit Petőfinek titulálva odabiggyeztett a miniszterelnök. És hogy mit mondott ilyenkor a miniszterelnök a korábbi években? Most sem hagyjuk, hogy Brüsszelből, vagy bárhonnan, bárki is diktáljon nekünk. A nemzeti dalban nem mutatna jól az a szó, hogy rezsicsökkentés. De az könnyű belátni, hogy éppen úgy, mint ma, az igazságtalan és méltánytalan terhek csökkentése volt számukra az első és a legfontosabb feladat. És most hazaküldjük Gyuri bácsit is a hálózatával egyetemben. Arra kérjük, menj vissza Amerikába, és boldogulj inkább az amerikaiakat. Nem hagyjuk, hogy visszarántsák hazánkat a baloldali rémálomba, ahonnan 12 éve kimentettük. Látjuk, ahogy oda kanyarítja a 12 pont elé, hogy legyen béke. A miniszterelnök többször megemlítette Petőfi Sándor hősi halálát. Ugyanakkor azt nem tette hozzá, hogy Petőfi az oroszok elleni csatában esett el. Záró Péter azt mondja, a 12 pontot tartalmazó kiáltvány fejlécében valóban szerepel, hogy legyen béke, ahogyan ezt látjuk a NER 2010-es nyilatkozatában is. De a mondat mindkét dokumentumban folytatódik, legyen szabadság és egyetértés, de a miniszterelnök ezt egyszerűen kihagyta. Ez egyébként egy szabadkőműves gondolat. Petőfit a szabadság költőjének kell tartanunk, és a forradalom költőjének, nem a béke költőjének. Ez egy bármilyen színezetű politikus, egy baloldali, egy liberális, egy konzervatív, bármilyen színezetű politikus elmondhatta volna ezt a beszédet. Gáspár Kristóf a Paradigma Intézet politikai elemzője szerint a miniszterelnök idei beszéde mindenképpen rendhagyóra sikeredett, és nem csak a tartalmát nézve, hanem a helyszínválasztás miatt is. Úgy véli, Orbán Viktornak idén nem sikerült volna annyi embert az utcára hívnia, mint amennyit tavaly ilyenkor a kampánynak köszönhetően láttunk. Szerinte ezért ment Kiskörösre. Szerintem ez egy kényszerűség abból a szempontból, hogy ne adjunk annál lejjebb, és akkor kisebbre helyezzük az elvárásokat, akkor nyilvánvalóan nem baj, hogyha nincsenek is több tízezren ott. Helyből adódóan se fértek volna el, másrésztről meg nyilván nem is engedtek oda mindenkit, mint ahogy lehetett arról értesülni. Záruk Péter szerint viszont a helyszínválasztás mögött sokkal inkább a Petőfi emlékével, mint sem a szavazói bázis hiánya. Azt hiszem, hogy Petőfi napja 48. március 15-e és Petőfi szülőháza, illetve Petőfi városa jó helyszínválasztás, ezt, ahogy szoktuk mondani, belőtt gól után nem kell magyarázni a gólt. Itt vagyunk a nagytétényi forradalmi pikniken. A Momentum nem szervezett központi ünnepséget, de a párt több politikusa is itt fog felszólalni. Maradnánk, de most mennünk kell tovább, ugyanis a DK is ugyanerre az időpontra időzítette a megemlékezést. A talpnyalóknak, a kollaboránsoknak azt tudom mondani, aki a zsarnoknál kegyet keres, az végül szolgaságot talál. Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára hosszú idő után állt újra egy színpadon.
A pártelnök szerint a DK lesz az új otthona a Fidesszel szemben állóknak. Mi azon az álláspontunk vagyunk, hogy a polgár szabad, a kormány nem. Ők azt mondják, hogy a kormány szabad, és mi alávetettek vagyunk. Mi meg azt mondjuk, hogy akkor ti menjetek a pokolba. Ez a jogállami vita lényege. A demokratikus koalíciónak lehetnek hibái. Hát persze. A Fidesznek ezzel szemben politikai és történelmi bűnei vannak. Ellopták tőlünk a nemzeti gondolatot. Dobrev szerint a NER legnagyobb hibája, hogy elvették a magyaroktól a nemzeti gondolatot, és Árnyék kormánya ezt adná vissza. Miközben ezt hallgattam, a résztvevők között egy érdekes transzparensre figyeltem fel. Már a múlt század közepén is akkor vették észre, hogy össze kéne fogni, amikor már Bajcsi Zsilinszkit is kivégezték. Nem kéne nagyon túl sokáig várni. Szomorú vagyok, hogy külön ünnepelnek itt is. Miért? Egy március 15-e van, egy Magyarország. Jobb lenne talán együtt ünnepelni, összefognának és egy kormányt alakítanának addig, amíg leváltják ezt a nyomorult rezsimet. És ahogyan mondtam, ugyanebben az időben tartotta beszédét a Momentum és a Mi Hazánk is. Donát Anna szerint minden generációnak joga és kötelessége, hogy kezébe vegye a jövőjét. A Mi Hazánk politikusai a Pilvasz közben tiltakoztak a NATO bővítés ellen. Szerintük hosszú távon egyébként Magyarország NATO tagsága sem szerencsés. A létszámversenyt az ellenzéki oldalon egyértelműen a civilek nyerték meg, akik a Hősök terétől egészen az Andrássy út végéig vonultak. Itt 90 civil szervezet fogott össze, többek között a tanárokért és az orvosokért. Az a neve ennek a menetnek, hogy szabadságmenet, és lehet, hogy különböző okokból, de nagyon sok embernek van szabadsághiány érzése. A vonulás vége Karácsony Gergely főpolgármester beszédével ért véget, aki a kormány politikáját pávatáncnak nevezte. Hát ilyen volt 2023-ban március 15-e. Egy biztos, a forradalom lángja mindkét oldalon meglehetősen takaréklángon égett. Összegezzük a választások utáni első március 15-ét. Amíg a miniszterelnök kiskörösen mondott beszédet, addig az ellenzéki pártok szanaszét Budapest legkülönbözőbb pontjain emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra. A pártoknak nem is, de a civil szervezeteknek sikerült összefogniuk a nemzeti ünnepen. De persze most mindenkit a jövő izgat, lesz-e újra közös ünnep és lesz-e újra közös összefogás. A Heti Naplóban Berecz Péter riportját látták.